A republikánus többségű floridai törvényhozás 70 igen és 38 nem szavazattal megvonta az orlandói Disneylandtől különleges adókörzeti státuszát. Az 1967-ben létrehozott úgynevezett Reedy Creek Improvement District lényegében saját közigazgatást hozott létre és alig fizetett adót. Ron DeSantis republikánus kormányzó azután üzent hadat a Disneynek, miután a szórakoztatóipari óriás nyíltan bírálta a nem mond, hogy meleg néven elhíresült törvényt. Azt gondolják, hogy olyan iskolákra van szükség, ahol egy gyerek a szülő tudta és beleegyezése nélkül végezhet nem váltó műtétet, fogalmazott a jogszabály márciusi aláírásakor a már most republikánus elnök jelölt aspiránsként emlegetett DeSantis. A szülői jogok az oktatásban nevű törvény kifejezetten tiltja, hogy az alsó tagozatos gyermekek szexuális irányultsággal és nemváltással kapcsolatos felvilágosításban részesüljenek, valamint az idősebbek ideológiailag vezérelt képzést kapjanak.